mai tudományos rendezvényünkön, amelynek címe COVID-19, vírusok, vakcinák, rák és betegségek. Üdvözlöm körünkben Erdei Annát, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárhelyettesét, aki a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat programtanácsának elnöke, és ez a rendezvénysorozat a tegnapi nappal a hivatalos ünnepi megnyitóval kezdődött, és mi vagyunk az egyik első rendezvény. Ahogy hallották Simon Tamástól, az MTA kommunikációs főosztályának igazgatójától, a YouTube-on egyenes közvetítést adunk erről a rendezvényről, és elmondom itt azt, technikai, de fontos információ, hogy az előadások után közvetlenül kérdések nem hangzanak el, de lesz egy külön blokk a második rész végén, amikor a jelenlévők és a YouTube csatornán minket figyelők is a chat funkcióban kérdéseket tehetnek föl, és az előadók erre itt válaszolnak. Tisztelettel köszöntöm, különös tisztelettel, Karikó Katalint, aki Zoomon van jelen. Nála nagyon korán van most, mert az óceán túloldaláról van velünk, 5 órával van korábban, úgyhogy 4 órakor kellett, hogy ma ébredjen. Kedves Kati, köszöntelek szeretettel körünkben. Ritkán fordul az elő, hogy egy élő kortárs tudós tiszteletére rendezünk tudományos eseményt. Ez ma egy ilyen nap, mert Karikó Katalin egy különleges tudós a mi számunkra. A tisztelet elsősorban természetesen a tudósnak szól, annak a tudósnak, aki egy nagyon fontos felismeréssel, felfedezéssel, azzal, hogy rájött arra a munkája során, hogy hogyan kell a messenger RNS szerkezetét módosítani ahhoz, hogy az elveszítse immunogenitását, tehát használható legyen az emberi szervezetben a legkülönbözőbb orvosi célra. Mondom én, hogy legkülönbözőbb orvosi cél, eddig ugye egy nagyon látványos felhasználása volt a COVID-19 vakcinák előállításához szolgáltatott egy olyan új mechanizmust, és egy olyan kiváló vakcinát, ami elmondhatjuk, hogy sok millió ember életét mentette meg, és nagyon ritkán fordul elő egy tudós életében, hogy megtapasztalja a felfedezésének ezt a ténylegesen emberiséget szolgáló és gyógyító hatását. A mai előadás, mai rendezvény minden előadása a COVID-19-ről, vakcináról, erről a betegségről, immunológiai problémákról szól. Az előadók így tisztelegnek Karikó Katalin előtt. Én mégis, amikor a tisztelet ről gondolkodtam, akkor inkább Karikó Katalinra, az emberre gondoltam, és nagyon-nagyon sok kivételes tulajdonsága közül én csak kettőt említenék itt. Az egyik az alázat. Az alázat, amivel évtizedeken keresztül a munkáját végezte. Az alázat, ezt a szót egy kicsit elkoptatta az idő, sokan szeretik ezt használni, amikor megígérik, hogy valamilyen pozícióba kerülve majd munkájukat alázattal végzik, ez aztán vagy sikerül, vagy nem. De ha létezik tényleges alázat valakinek a saját munkája iránt, akkor az Karikó Katalin volt. Mert mi az alázat? Az az alázat, amikor valaki a saját munkáját, a feladatát, a célját fontosabbnak tekinti, mint saját magát. És hát ez igazán elmondható Karikó Katalinról. A másik, amit én kiemelnék, az a szerénység. A végtelen szerénység, ahogy fogadta azt a világsikert, ami ennek a felfedezésnek járt. Őt felkapta a világhírnév,
megismerték a nevét nagyon sok helyen a világban, megtanulták kiejteni ezt a nagyon szép hangzású nevet. Én megszámoltam, 41 kitüntetést kapott 2021-ben, ez körülbelül 8-9 naponta egy kitüntetés, ami hát bizonyára nagy öröm volt, kedves Katalin, de azért ez nem egy könnyű dolog. Ez sokakat elszédít, hát nem így Katit, aki nemrégiben azt mondta, hogy jobban szeretnék a tudománnyal foglalkozni. Kati inspiráció a fiatal kutatók számára azt üzeni, hogy dolgozzatok, ne adjátok fel, tartsatok ki, és akkor sikerülni fog. A kitüntetések között, Kati, én találtam egyet, ami megakadt a szemem, mert ezek a kitüntetések azért nem akármilyen kitüntetések, tehát köztük van a Lasker-díj, ami már-már Nobel-díj, a Francia Akadémia Grand Medaille díja, Princess Asturias volt, Széchenyi díj, Breakthrough Prize in Life Sciences, sorolhatnám, mert 21-ben 41, de előtte is, meg azóta is még legalább további 20 kitüntetés gazdagítja Kati valamelyik szekrényét vagy fiókját, de találtam egyet, ami megakadt a szemem, 2021-ben a Glamour Woman of the Year egyike Karikó Katalin. És arra gondoltam, hogyha a glamour woman, akik általában ugye celebek, filmszínészek, világhírességek szoktak lenni, hogyha ide Karikó Katalin bekerül, akkor ez a világ talán mégse annyira elveszett. Hát kedves Kati, nagyon-nagyon örülünk, hogy itt vagy, és akkor mielőtt a programot elkezdjük, én most átadnám neked a szót. Nagyon szépen köszönöm ezeket a kedves méltató szavakat. Való igaz, a Glamour magazinnak a tetejére is rákerültem. A lányom győzött meg róla, ugyanis először lemondtam, de ő meggyőzött róla, hogy kell a fiataloknak látni, hogy van olyan, tehát az a hölgy is, akinek mondjuk nincsenek hosszú körmei és kifestve, és egy kutató az is lehet glamorosz, vagyis hát olyan, akit követni lehet. Úgyhogy a lányom győzött meg róla, hogy ilyen feladatot is elvállaljak. Hát kedves ünneplők, hallgatóság, részvevők és kollégák, hát először is kérem bocsássanak meg, hogy így távolról, Philadelphiából online jelentkezem. Most itt van szükség rám. Holnap reggel útra kelek a nyugati partra, San Diego-ba megyek, ahol nagyon fontos feladatok várnak rám. Unokámmal, Sanyikával játszok majd, miközben várjuk kisfúgának világra jöttét. Kimondhatatlanul nagy megtiszteltetés számomra, hogy a tudomány ünnepén a mai napi ülést az Akadémia székházának dísztermébe tiszteletemre rendezi meg a Magyar Tudományos Akadémia. Az akadémia mindig fontos szerepet játszott az életembe. Az első munkahelyem az Akadémia Szegedi Biológiai Központja volt, ahol az MTA biológiai ösztöndíjasaként kezdtem el dolgozni, igen, 1978-ban. Néhány évtizeddel később, 2021-ben az a megtiszteltetés ért, hogy az akadémia 194. közgyűlésének megnyitó díszelőadását én tarthattam, az mRNS terápiás fejlesztéséről. Az idén az akadémia tiszteleti tagjává választott, most pedig ez az óriási elismerés, hogy a konferencia tiszteletemre lesz megrendezve. Én őszinte leszek, nem találok szavakat. Ezt a nagy megtiszteltetés, valamint azt a sok-sok kitüntetést, amit az elmúlt 2 évben világszerte kaptam, minden alkalommal úgy értékeltem és köszöntem meg, hogy nem személy szerint csak nekem szól, hanem mindazoknak is, akik a tudomány útján elindítottak, mindazok, akik kisújszálláson, az általános iskolában, a gimnáziumban, valamint később Szegeden, a JATÉ-n, az SBK-ban segítettek a pályámon, akik tanáraim,
mentoraim, diáktársaim, valamint munkatársaim voltak az évek során. Nekik is szól minden nekem címzett díj és elismerés. Sokat gondolkodtam, hogy miről is szóljak ma. Hát gondoltam, hogy talán köszönetet mondok mindazoknak, akik a pályámon segítettek. A Szegedi Tudományegyetem a hajdani JATE oktatói, kutatói, szakmájuk legkiválóbb tudósai voltak. Külföldön szerzett tapasztalataikat felhasználva tanítottak bennünket. Orosz László professzor a modern genetikára, Ferenci Lajos professzor a mikrobiológiára, Bernard Gábor és Balázs Piri Lajos professzorok a legnehezebb tantárgyat, a szerves kémiát oktatták nekünk. A JATE valamennyi oktatójának hálás vagyok a szilárd alapokért, amelyet tőlük kaptam. Most megemlítem a fiataloknak, hogy a JATE az a József Attila Tudományegyetem neve, amely a Szegedi Tudományegyetem elődje volt. Kutatóvá a Magyar Tudományos Akadémia SBK-ban formálódtam, ahol a legkiválóbb szakemberektől, tudósoktól tanulhattam. Szeretném megköszönni Veneciáner Pál tanár úrnak, hogy a molekuláris biológia legújabb felfedezéseit szinte napra készen tanulhattam meg tőle. Hálás vagyok Farkas Tibor tanár úrnak, hogy a lipid csoportjába kutathattam még egyetemi diákként. Az, hogy az RNS-eket kezdtem el kutatni 1978-ban, Thomas Jenő doktori témavezetőmnek köszönhetem. Kondorosi Éva és Duda Ernő voltak azok, akik bevontak engem a nukleinsavak liposzómás csomagolásának rejtelmes kísérletébe. Ők mindnyájan az MTA, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központjának kutatói voltak, illetve jelenleg is azok. Az akkori kollégákkal, munkatársakkal együtt a legideálisabb környezetet teremtették meg számunkra. Szeretném megköszönni az áldozatos munkájukat. Örülök, hogy lehetőségem volt az MTA SBK-ban a legkiválóbbakkal dolgozni és tőlük tanulni. November a tudomány hónapja. Így ez alkalommal, ez egy jó alkalom arra, hogy mi köszönetet fejezzük ki mindazoknak, akik kutatóként új ismereteket tárnak fel, illetve a tanároknak, akik a tudományt oktatják az ifjú nemzedéknek. A tudomány mindig központi helyet foglal el az életünkbe, különösen igaz ez a pandémia alatt. Hirtelen a tudományra irányult az összes figyelem, szorongva várták az emberek, hogy a kutatók, a tudósok megoldással szolgálnak majd, amely megvéd őket a vírus súlyos, sokszor halált okozó tüneteitől. 2020-ban napi szinten hallottunk beszámolókat a koronavírusról, a vakcinák klinikai eredményeiről. Ekkor sokan megtanulták azt is, hogy mi az a PCR, a hírvivő RNS, vagy messenger RNS. Megtanulták mi az, hogy ellenanyagszint, hogy kell COVID-ra tesztelni, és így tovább. Akkor hirtelen azt is realizáltuk, hogy mennyire hiányos az emberek ismerete a modern biológiai tudományokról. Az elmúlt időszakban mi kutatók felismertük azt is, hogy a mi feladatunk nem csak az új ismeretek feltárása, hanem az emberek, a közösség tájékoztatása is. Az emberek félnek az ismeretlentől. Mint Madame Curie mondta, az életben semmi félelmetes nincs, csak attól félünk, amit nem ismerünk. Nekünk, biológusoknak, ismeretterjesztőknek is kell lennünk. Meg kell tanulnunk komplex biológiai jelenségeket, közérthetően elmagyarázni. Mert a legtöbb ember szeretné megérteni a vele történt folyamatokat. Erre szolgál a mai ünnepülés is, hogy a legilletékesebb kutatók, orvosok elmagyarázzák a vírusról és a vakcinákról a legfontosabb tudnivalókat. Lehetőséget adva a publikumnak arra is, hogy kérdéseket tegyenek fel, és azokra a szakemberek választ adjanak. Ez egy nagyon izgalmas nap lesz. Köszönöm az előadók munkáját, a rendezőkét, és kívánok az ülés résztvevőinek jó tanulást. Köszönöm a figyelmüket. Kedves Kati, nagyon szépen köszönjük a köszöntést. Kívánunk nagyon sok
örömet még a tudományban, és most már a megnövekedett család apró tagjaiban is. Hölgyeim és uraim, mi elkezdjük a programot, de előtte még szeretném köszönteni Olá Editet, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagját, aki a mai rendezvényünk, mai tudományos konferencia a tudományos részének a szervezője, és egyszer mint előadója, és a második rész levezető elnöke is. Akkor elkezdjük a programot. Bevezető előadást Erdei Anna tartja, aki most nem főtitkár helyettesi minőségében, hanem tudós minőségében fog szólni hozzánk. Előadásának címe Vakcinák új korszaka, immunológiai aspektusok. Parancsolj, Anna. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a felkérést. Tisztelt ünnepi közönség, tisztelt elnökasszonyok! Ha megengedik, legelőször is Katit üdvözölném, és gratulálnék a legújabb díjához, amit pár nappal ezelőtt Kanadában vett át munkatársaival, és tudjuk jól, ahogy ez már elhangzott, a messenger RNA-s vakcina fejlesztéséért kapta természetesen ezt a díjat is munkatársaival együtt, és azt, hogy mennyire fontos ez a vakcina, ez az ábra jól mutatja, ugyanis látható, hogy úgy Magyarországon, mint Európában, de tudjuk jól, hogy az egész világon is a beadott COVID-ellenes vakcinák jelentős része, jó nagy része Pfizer-BioNTech és Moderna által előállított messenger RNA-s alapú vakcina volt. A következőkben röviden ismertetném a leggyakoribb vakcinatípusokat, kiemelve a SARS-CoV-2 vírus ellen kifejlesztetteket. Az úgynevezett első generációs vakcinák a teljes vírus tartalmazzák, ennek ugye a klasszikus példája a 18. század közepén Edward Jenner által beadott feketőhímlő ellenes vakcina, de a kanyaró mumps rubeola ellen is teljes vírust, elölt vírust, inaktivált vírust használunk, ugyanúgy, mint ahogy a kínai vakcinákban a koronavírus ellen is ilyen oltóanyagot használnak. A második generációs vakcinák esetében alegységeket használnak, a kórokozónak az immunválasz beindítására képes alegységét, ez az esetek többségében fehérje antigén, igazából a tüskefehérjéje a koronavírus kórokozónak, de hepatitis B esetében is fehérje alapú ez az alegység vakcina. És végül a harmadik generációs vakcinák azon alapulnak, hogy olyan nukleinsavat adnak be oltóanyagként, ami kódolja az immunválasz kiváltó fehérjét. Ezeknek az egyik csoportja az úgynevezett vektorvakcinák. Ezek ebben az esetben a DNS-t egy ártalmatlan vírusvektorba, többnyire adenovírus kapszulába zárva oltják be. Az Ebola vírus esetében alkalmazták ezt először, és a koronavírus esetében természetesen a tüskefehérjét kódoló DNS kerül be így módon a szervezetbe, AstraZeneca, Sputnik és a Janssen vakcinái ilyenek. És végül természetesen a messenger RNA-s alapú, hírvívő ellenes alapú vakcinák is a harmadik generációsok közé tartoznak, ahogy erről már elnökasszony is beszélt, említette. A felfedezés lényege az, hogy Karikó Katalin és Drew Weissman leírták, hogy a módosított RNS nem immunogén, viszont alkalmazható hírvívőként, és a koronavírus esetében a tüskefehérjét kódoló szakaszt egy lipid kapszulába zárva megalkották a Pfizer és a Moderna vakcináját. Ezek többnyire izomba oltott vakcinák, és szisztémás védelmet nyújtanak a szervezet számára. Ugyanakkor tudjuk jól, hogy a legtöbb patogén a légutak útján kerül a szervezetbe, a felső légutak útján, és ezért nagyon fontos a szájon és orron átadható vakcinák kifejlesztése. Természetesen vannak ilyenek, a szabincsepre, ha gondolunk, nagyon régóta alkalmazzuk, jól bevált, influenza ellen is van ilyen vakcina. Hogy a mukozális vakcináknak mi a lényege, mi az immunológiai háttere egy ilyen védőoltásnak, azt ez az ábra foglalja össze röviden. Tehát a belélegzett vagy beadott kórokozó antigén átjutva a mukóza epitélsejt rétegén a dendritikus sejtek által kerül felvételre. Ezek az úgynevezett antigén bemutató sejtek beviszik az orgarat
tal asszociált limfoid szövetbe az antigént, bemutatják, elindítják az adaptív immunválaszt, ennek eredményeként a B-limfociták ellenanyagot termelnek. Ez egy olyan különleges antitest, ez az úgynevezett dimér IgA molekula, ami képes arra, hogy átjusson az epitélsejtek rétegén, és így a lumenbe kerülve megvédje a kórokozó vírus ellen a szervezetet, semlegesítse azt a behatolás helyszínén. Tehát a lényege a mukózális vakcináknak az, hogy lokális immunválaszt indukálnak a felső légutak mukózális szöveteiben. Ilyen vakcina a koronavírus ellen létezik már, Kínában és Indiában használják is, adenovírus alapú vakcinák ezek, de sajnos ezekkel kapcsolatban nincsen harmadik klinikai fázisú adat, nem elérhető, és éppen ezért jóváhagyott vakcina WHO által, FDA által nincsen piacon még. Szeretnék néhány szót szólni a védőoltások fejlesztésével kapcsolatban felmerült újabb aspektusokról, de mielőtt ebbe belemennék, nagyon röviden összefoglalnám, hogy hogyan is zajlik le az immunválasz egyszerűsített formában a kórokozó szervezet bejutásakor. Tehát amikor például egy vírus támadás éri a szervezetet, akkor nagyon rövid időn belül, órákon belül a vele született immunrendszer elemei aktiválódnak, itt a sejtes elemek, a dendritikus sejtek, granulociták, NK-sejtek, makrofágok. E két utolsót azért karikáztam be, mert mindjárt más szempontból is megemlítem ezeket. Továbbá az úgynevezett humorális faktorok, mint gyulladási citokinek és komplement. Ez együtt véve ezek a rendszerek képesek a kórokozók jelentős részét eliminálni, kiiktatni a szervezetből. De sok esetben szükség van arra, hogy az adaptív immunrendszer is aktiválódjon, aminek a kulcs szereplői a limfociták, és ezek közül az úgynevezett B-sejtek, B-limfociták ellenanyagokat termelnek, amik semlegesítik a kórokozót, a T-limfocitákból pedig olyan citotoxikus aktivitású sejtek alakulnak ki, amik képesek elpusztítani a vírussal fertőzött sejtet. A szerzett vagy adaptív immunitás kialakulásához hetekre van szükség, egy-két hétre mindenképp. Viszont nagy előnye, hogy amikor ez kialakul, akkor az esetek döntő többségében immunológiai memória is kialakul a következő hetekben, és ugyanazok a sejtek, amelyek az adaptív válasz során létrejöttek, a B és T limfociták, létrehoznak memória sejteket, memória B, memória T sejteket, amelyeknek a funkciója ugyanaz, mint az előző fázisban volt, vagyis az ismét a szervezetbe jutó kórokozó, ebben az esetben ugyanaz a vírus ellen, nagyfajlagosságú immunválaszt generál nagyon rövid időn belül, tehát már nincs szükség hetekre ahhoz, hogy ez a válasz létrejöjjön. Mindezt azért volt szükséges elmondani, mert nyilvánvaló, hogy a vakcináció célja az, hogy immunológiai memóriát hozzunk létre. És a tankönyvekben még mindig az szerepel, szinte dogmaként, hogy ez csak az adaptív immunrendszer képes létrehozni, az előbb említett memória T és B sejtek részvételével. Az utóbbi egy-két év kutatásai azt sugallják azonban, hogy ez a dogma megdőlni látszik, és a vele született immunrendszer is képes immunológiai memóriát biztosítani, ezt trained immunitásnak nevezik, sajnos nincs igazán jó magyar megfelelője ennek a szónak, tréningezett sejtekről lesz majd szó, mint látjuk. Mi az alapja ennek a feltételezésnek, vagy már talán ennél többnek? Az az epidemiológiai megfigyelés, hogy a gyermekeknek adott tuberkulózis és kanyaru elleni vakcina jóval jelentősebb mértékben csökkenti a mortalitást a számítottnál, az adott korosztályon belül természetesen, és felmerült az, hogy például egy BCG oltás, ugye, ami a tuberkulózis elleni vakcina, más kórokozók ellen is véd, tehát nem csak a tuberkulózis okozó baktérium ellen. Ezt elkezdték intenzíven kutatni, és a következőkre jutottak. Ahogy az előbb említettem, a kórokozó szervezetbe jutásakor akár vakcina, akár fertőzés formájába kerül a szervezetbe, mondjuk baktérium, ahogy itt láthatjuk, lezajlik ez a bizonyos vele született immunválasz, rövid időn belül eliminálódik a kórokozók jelentős része. Amikor egy másodlagos fertőzés éri a szervezetet, akkor a korábbi dogma szerint csak ugyanolyan mértékű immunválasz indukálódik, de kiderült, hogy ez nem igaz, hanem egy nagyon jelentős,
trenírozott immunválasz, trained immunválasz alakul ki, és ami még különleges, hogy ez nem specifikus, úgy, ahogy az adaptív immunválasz memóriája, hanem egy más kórokozó is kiválthatja. Tehát egy bakteriális fertőzés esetén, hogyha a másodlagos fertőzést egy vírus okoz, akkor is megtörténik ez az azonnali veleszületett immunválasz fokozódás. Amikor elkezdték még intenzívebben vizsgálni, ez az utóbbi egy-két év eredménye, hogy mi is ennek a hátterében, az derült ki, hogy a korábbiakban említett két fontos sejtfélessége a veleszületett immunrendszernek, a makrofágok és a természetes ölősejtek, NK-sejtek, a fertőzés eredményeként nagyon fontos, jelentős változásokon esnek át, részletekben most nyilván nem lehet menni, epigenetikus átprogramozása történik a sejteken belül, és metabolikus változások zajlanak le, és mindezek olyan erőteljesek, hogy az eredménye az, hogy módosult funkciójú makrofágok és NK-sejtek keletkeznek ennek eredményeként, és ezek azok a sejtek, amik képesek létrehozni ezt a trained immunitást, ezt a erősen fokozott intenzitású azonnali immunválaszt, memória egyformája ez. Ez azért nagyon lényeges a vakcináció szempontjából, mert felveti azt a lehetőséget, hogy érdemes ebben is gondolkozni, tehát a vakcina fejlesztésnél a veleszületett immunelemeket is érdemes célozni, nem csak az adaptív immunválaszt. És végül egy szintén újabb irányról szeretnék néhány szót ejteni, az úgynevezett bispecifikus vagy pán és pán koronavírus vakcinákról. Bispecifikus vakcina már létezik, és ez is a messenger RNS technikának köszönhető, a Pfizer állította ezt is elő, és azért bispecifikus, mert két vírusvariáns ellen biztosít védelmet, a wuhani és az Omikron ellen, mind a kettőről tudjuk jól, hogy nagy fertőzéseket okoz, ez már elérhető, ez a vakcina. Az úgynevezett pánkoronavírus vakcinák még nem elérhetők, de nagyon intenzív kutatás alatt állnak, számos laboratórium foglalkozik ezzel, és ennek az a lényege, hogy többféle megoldás van, de amit itt az ábrán is mutatok, hogy egy fehérje nanopartikulumra szinte ráragasztanak különböző immunogén fehérjéket, ebben az esetben a koronavírus esetében nyilvánvaló, hogy a tüskefehérjét ragasztják rá, és a tüskefehérjék, ahogy ezt a különböző színek is jelzik, különböző vírusvariánsokból származnak. Itt a koronavírusok filogenetikai fáján belül ki van emelve zölddel bekarikázva, ki vannak emelve azok a variánsok, amik között egyrészt azok a vírusok vannak, amiről már sajnos tudjuk, bizonyítottan emberi patogének, de azok is ide tartoznak, amikről tudható, vagy kiszámítható, hogy sajnos előbb-utóbb fenyegető koronavírussá válhatnak. És ezeknek a prediktált szekvenciáit, illetve azonosított szekvenciáit ragasztják rá a nanopartikulumhoz, és ezt beadva, kísérletes fázisban van, harmadik klinikai fázisban is vannak ilyen vakcinák, elérhető a pán koronavírus vakcina. Ennek ugye az a leegyszerűsítve a nagy előnye, hogy egyetlen oltással, oltóanyaggal immunizálni lehet az egyedeket számos koronavírus variáns ellen. És végül ezzel a tablóval szeretném zárni az előadást, vagy kis bevezetőt. Én azt gondolom, hogy az orvosbiológiai kutatásoknak a legnagyobb fegyverténye az az, hogy évtizedek óta rendelkezésre állnak és egyre növekvő számban vakcinák, ami emberek millióinak az életét mentik meg évente. És ez a tabló itt azt mutatja, ez 25 ilyen vakcinát emelkik sárgával bekarikázva a gyerekkori vakcinákat, és köszönhetően Karikó Katalin munkásságának jelentős mértékben ezekhez adódnak hozzá a koronavírus elleni vakcinák. Úgyhogy végül szeretnék még egyszer Katinak is köszönetet mondani azért a fantasztikus munkáért, és önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen. Ez az előadás az alapvető immunjelenségek és vakcináció ismertetésével nagyon jól alapozza meg az összes többi most következő előadást. Szeretném bejelenteni, hogy a programban a következő előadónk Kásler Miklós, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Emberi Erőforrások
korábbi minisztere, aki azonban megbetegedése miatt nem tud velünk lenni személyesen, de előadását elküldte, úgyhogy most azt kérem, hogy ezt nézzük, hallgassuk meg. Igen, tisztelt elnök asszonyok, tisztelt kolléga asszonyok, kolléga urak, hölgyeim és uraim! A tudomány ünnepén sok szeretettel köszöntöm Önöket, megkülönböztetett szeretettel és tisztelettel Karikó Katalin honfitársunkat, aki tudott segíteni nagyon sok millió másik emberen. A pandémia kezdetén a vírusról, az általa létrehozott megbetegedésről, a terjedés útjáról, a diagnosztikáról, a terápiáról, a létrejövő elváltozásokról egyáltalán semmit nem tudtunk, és természetesen sem oki terápia, sem vakcináció nem létezett. Mire támaszkodhatott a magyar egészségügyi kormányzat a pandémia leküzdésére? Egyrészt a több ezer éves tapasztalatra, amit a bakteriális és vírusjárványok során az egészségügy szerzett, másodszor speciálisan a magas színvonalú magyar járványügyi felügyeleti rendszerre, a fertőző betegségek nagyon szigorú jelentési rendjére és a hatályos járványügyi szabályozásra. 2020. januárjában tájékoztatta a világot a WHO, hogy fertőzés alakult ki Kínában. 2020. január 23-án igazolták az első fertőzöttet Európában. A hírek hallatára megfontoltuk azt a lehetőséget, hogy a járvány világszerte elterjed, ismerve az emberek életmódját, utazási szokásait, ezért egy nappal az első európai fertőzött után, január 24-én összehívtam az Emberi Erőforrások Minisztériumának minden háttérintézményét, amely egy esetleges járvány esetén érintett lehetett. A kormány a jelzésünket megfontolás tárgyává tette, és úgy döntött, hogy létrehozza az operatív törzset. Az operatív törzs 2020. január 31-én alakult meg, messze megelőzve minden európai országot. Országos szervezetek vezetői vettek benne részt, a katasztrófavédelem, háttérrendészet, kormányhivatalok, honvédelmi minisztérium, az előbb említett egészségügyi szervezetek, testületek. Az operatív törzs ülései az első hullám időszakában minden nap reggel 6-kor ülésezett, nagyon gyakran miniszterelnök úr részvételével, később hetente 3-szor, de a járvány egész időtartam alatt minimum hetente 1-szer. Ezzel párhuzamosan szerveztük meg az Emberi Erőforrások Minisztériumainak az üléseit a háttérintézmények bevonásával, hogy az operatív törzset és a kormányt megfelelő módon a minden napi aktualitásoknak megfelelően tudjuk tájékoztatni. Az intézkedések 2020 legelején, még a vírus magyarországi megjelenése előtt arra irányultak, hogy késleltessük a vírus behurcolását, a gócok kialakulását, illetve a közösségi terjedést. Az érintett területek az EMI részéről az egészségügy, oktatás, szociális ellátás, kultúra, sport az egész társadalom esetében, például az utazás, a közlekedés, határvédelem, ipar, kereskedelem és az emberi érintkezéseknek minden körülmény, és ezen túlmenően még nagyon sok minden egyéb. Az egészségügyet is felkészítettük az egyre nyilvánvalóbb várható járványra, ami érintette az ágyak előkészítését a fertőzöttek ellátására, az ágyak előkészítését az intenzív terápiás ellátásra,
illetve annak minden egyéb körülményére. Át kellett szervezni a kórházak munkarendjét, ki kellett jelölni a kórházaknak a sorrendjét, ahol az egyre nagyobb számban jelentkező fertőzött betegeket el lehet majd helyezni. A járványügyi szabályokat áttekintettük, az infekció kontrollra eljárás rendet dolgoztunk ki. Meg kellett tervezni a gépek, műszerek, vegyszerek beszerzését, mind a diagnosztika, mind a terápia területén. Ugyanez vonatkozik az egyre bővülő gyógyszerek, majd később a vakcinák beszerzésére is. Fel kellett készíteni a dolgozókat is, hiszen a mindennapos gyakorlatban és a tanulmányok során extrém helyzetekre a dolgozókat nem készítették fel. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 2020. április 14-e után 3 B-learning programot indított szakmacsoportos továbbképzésre 13 ezer résztvevővel, ami felölelte a fertőződés elleni védelmet, intenzív betegellátás, lélegeztetés alapjait és a reanimáció alapgyakorlatát. Az EMI ugyancsak ebben az időszakban megkezdte a szakorvosok továbbképzését, illetve a rezidensek felkészítését egy esetleges járványba való aktív részvételre, ezen túlmenően természetesen számos egyéb intézkedés is történt. Magyarországon az első igazott fertőzött 2020. március 8-án a Semmelweis Egyetem egyik iráni diákja volt. Magyarországon az első hullámot az jellemezte, hogy a rendkívül gyorsan, legalább 2-3 héttel a többi európai országnál hamarabb meghozott járványügyi intézkedések eredményeképpen a járvány Magyarországon 2-3 héttel később indult, alacsony maradt a fertőzött szám, alacsony maradt a halálozási ráta, és minden további hullám alacsonyabb morbiditási szintről indult. Összehasonlításként mutatom a járvány indulását Ausztriában és Magyarországon. Tetszenek látni, hogy Magyarországon az első fertőzöttet március 8-án diagnosztizáltuk, körülbelül akkor, amikor Ausztriában. Utána Magyarországon a járványügyi intézkedések hatására a fertőzöttek számának az emelkedése mitigált volt, ugyanakkor Ausztriában az emelkedés meredek. Az első hullám 2020. júniusára gyakorlatilag véget ért. Következett egy nyári időszak, amikor enyhíteni lehetett a korlátozásokon, és azokat ismételten csak akkor kellett bevezetni, amikor 2020 őszén, szeptember végén, októberben a fertőzöttek száma ismételten emelkedni kezdett. A november 11-én meghozott járványügyi intézkedések hatására a fertőzöttek számának az emelkedése és a halálozás emelkedése nem mutatta azt az eredményességet, mint az első hullám esetében, tehát teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy csak járványügyi intézkedésekkel nem lehet a második hullám tendenciáját megváltoztatni. Nyilvánvalóvá vált, hogy a 2020. november 11-én meghozott az első hullámmal megegyező járványügyi intézkedések nem képesek a fertőzés számot és a halálozási számot csökkenteni. Egyértelművé vált, hogy csak a vakcinától várhatunk eredményeket. Mint ahogy a járvány minden hulláma esetén megbecsültük a kórházzal szemben támasztandó igényeket. 2015. november 15-én a becslésünk szerint 10.259 infektológiai ágyra és 1.085 lélegeztetővel rendelkező intenzív ágyra volt szükség. A kormány csatlakozott
a közös európai vakcináció beszerzéséhez is 2020. december 26-án az első adag vakcina a Pfizer-BioNTech-től érkezett. Tapasztaltuk azonban napokkal később már, hogy az európai vakcina szállítás mennyiségét tekintve elégtelen, az időtartama pedig megnyúlt. Ez volt az az időszak, amikor rohamosan emelkedett a fertőzöttek száma is, de a halálozás szám is, tehát minden nap nagyon sok beteget veszítettünk el. Ekkor döntött a kormány úgy, hogy körülnéz a világba, és két vakcinára fordítottunk figyelmet, az egyik a Sputnik, a másik a Sinopharm vakcina volt. Mind a két helyre magyar szakemberek utaztak el, ellenőrizték a gyártási technológiát, amit az európai szabványnak megfelelőnek találtak, és miután rendelkezésünkre bocsájtották azokat a tudományos ismereteket, amikkel rendelkeztek, úgy döntött a kormány, hogy mind a kétféle vakcinából jelentős adagot rendel. A Sputnik és a Sinopharm minden egyes adagjának, egységének a beérkezése után a Nemzeti Népegészségügyi Központ további plusz 8 paramétert vizsgált meg, és csak ezek hiánytalan megfelelőség esetén alkalmaztuk a két keleti vakcinát. Az európai közös beszerzéssel beérkező vakcinák mellé 2021. március 4-ére már jelentős mennyiségben érkezett Sinopharm és Sputnik vakcina is. Az oltások beadásának a dinamizmusa, mivel bőségesen rendelkeztünk vakcinával Magyarországon, nagyon gyorsan, nagyon magas rátára emelkedett, tulajdonképpen egészen májusig, Málta után Magyarországon volt Európában a második legmagasabb a beoltottság. Itt azonban különböző tényezők hatására az oltakozási kedv jelentősen csökkent, és majd csak novemberben a brit mutáns megjelenésekor növekszik ismét. A járványügyi intézkedések, a karácsonyi szünet, továbbá a vakcinák beadásának gyors üteme lehetővé tette a járvány csökkenését. A második hullám 2021 első két hónapjában már csökkenő tendenciát mutatott. 2021 februárjában indult a harmadik hullám, amit követett a negyedik hullám 2021 nyarán, és végül az ötödik hullám 2022 elején az Omikron fertőzéssel jelentkezett. 2021 nyarán döntött úgy az operatív törzs, hogy vezetésemmel létrehozza az epidemiológiai klinikai kutatócsoportot, amely a járvány különböző aspektusait vizsgálta. Ezúton köszönöm meg a tímek vezetőinek, Savzsuzsa akadémikus asszonynak, Müller Veronika professzor asszonynak, Csuka Orsolya tanárnőnek, Súrján Orsolyának, Súrján Györgynek és Kis Zoltánnak a nagyon értékes munkájukat. Már az első hullám alatt teljesen nyilvánvaló volt, hogy az életkor, mégpedig az idős életkor rendkívül jelentős rizikótényező. Ugyancsak a rizikócsoportba tartozik a diabetes, az asztma, a különböző krónikus tüdőfolyamatok, infarktus, stroke és a szívelégtelenség. A rizikó tényezőknek a szerepe is különböző volt. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a fertőződés rizikóját nem emelték olyan mértékben, mint a halálozás rizikóját, amit általában háromszorosnak lehetett értékelni.
A cukorbetegség esetében a rizika az életkorral nagyon jelentősen változott. Az idősebb korosztályoknál a rizikó körülbelül 50%-kal, 100%-kal nőtt, kétszeresére nőtt, ugyanakkor viszont a fiatalabb korosztályok esetében a rizikó például a 20-30 év közöttiek esetében 15-17-szeresére nőtt. Oltási sorrend kialakításánál ezeket a körülményeket figyelembe vettük. Az oltási eljárás rendben először szerepeltek az egészségügyben dolgozók, utána az idős betegek, utána a rizikó csoportok, és utána a társadalom összes többi rétege. Magyar adatbázisok alapján kalkulálni lehetett, hogy a különböző rizikótényezők a különböző életkor csoportokban milyen mértékben befolyásolják az átfertőződést, illetve a halálozást. A negyedik hullám. A 2021-es év végén decrescendóba ment át, és a számításaink szerint 2022. január végén, február elején a minimális érték alá csökkent volna. Ekkor jelent meg azonban az Omikron, amely lényegesen nagyobb számú fertőzést okozott, de a halálozása mindegy harmada volt a brit mutánsnak. Ezen a szábrán mutatom a napi új esetszám várható alakulását az ötödik hullámban, a kórházak várható terhelését, asszisztált, illetve invazív lélegeztetett betegek számának az alakulását, és végül a várható napi és várható kumulatív halálozást. A 2021-ben megalakult immunológiai munkacsoport vizsgálta a sejtes és a humorális immunválasz változásait különböző vakcinák esetében. Mind a két esetben az eredmények alapján az immunitás mind a két tényezője az első 3-4 hónapban eléggé jelentősen emelkedett, majd a harmadik hónapot követően mind az ellenanyag szint, mind a sejtes immunitás jelentősen csökkent, és a 7.-8. hónapra a maximumnak a felére esett vissza. Az immunstátus változását teljesen egyértelműen igazolták az epidemiológiai adatok is. Összefoglalóan a szervezet védettségét sejtes és a humorális immunitás együttesen biztosítja. Az immunstátus a második vakcinációt követően a 6. hónapban a maximális ellenanyagszint 16,7%-ára, a sejtes immunválasz 24%-ra csökken. A harmadik vakcinációt követően a lecsökkent ellenanyagszint a 25-szörösére nő, a 24%-ra csökken, sejtes immunválasz pedig 7-szeresére nő. Az emlékeztető oltások szükségessége az eddig elmondottak alapján már a 4. hónap után, de legalább a 6. hónapon belül szükséges. Ezeknek az adatoknak az alapján döntött a kormány úgy, hogy már a 2. vakcinációt követő 4. hónapban elsősorban a rizikócsoportokba tartozó honfitársaink, de rajtuk kívül a többiek is megkaphatják a következő vakcinát. A kétszer oltottak védelme a halálozással szemben 89%-ra emelkedett, a háromszor oltottak védelme a halálozással szemben 96,5%-ra emelkedett a 4. és 6. hónap között. A különböző vakcinák esetében ez az arány némileg különbözött, azonban
említésre méltó, hogy a Sputnik már két oltás után tartós védelmet nyújt a halálozással szemben, aminek az aránya 95,4%. Szenvedélyes vitát gerjesztett, hogy milyen a COVID halálozás Magyarországon és a környező országokban. Az összehasonlítás azért rendkívül nehéz, mert minden európai országban másképp számítják a COVID halálozást. A legszigorúbb a magyar statisztika, amely mindenkit, aki COVID fertőzött volt, COVID halottnak tekintett. Voltak olyan országok, ahol a klinikai tünetek alapján határozták meg, hogy kiszámít COVID halottnak, és voltak olyan országok, amely mind a kettőt valamilyen formában figyelembe vette. Éppen ezért, hogy a különböző országok COVID halálozását össze lehessen hasonlítani, az úgynevezett összhalálozást vettük alapul. Ennek a számításnak az alapján látszik, hogy Magyarország európai összevetésben nagyon jó helyen áll. Ha nézzük a magyarországi eseményeket, akkor azt látjuk, hogy az első hullám esetében, ahogy elhangzott, rendkívül kedvező viszonyok voltak, az összhalálozás csökkent is. A második hullám, a harmadik hullám és a negyedik hullám esetében azonban a többlethalálozásban már a COVID játszott a legfontosabb szerepet. Ha a számokat nézzük, akkor a második hullámban körülbelül 14 ezer volt Magyarországon az összhalálozás, a harmadik hullám esetében körülbelül 12 ezer, és a következő hullám, a negyedik hullám esetében pedig 10 ezer. Annak ellenére, hogy a különböző hullámok esetében a morbiditás és a mortalitás nem párhuzamosan alakult. Ezen az ábrán a negyedik és az ötödik hullám felfutó fázisának az adatait látjuk. Itt kiemelendő az, hogy lényegesen több fertőzött volt az omikró hullámban, de csak harmadannyi elhunytat tudtunk kimutatni. Az összhalálozás statisztikáját európai összevetésben nézzük, akkor azt látjuk, hogy Magyarország 2020 teljes időszakában nagyon kedvező helyzetben volt a V4-ek között mindenféleképpen, de még a nyugat-európai országok közül is számos országnál kedvezőbb helyzet alakult ki. Ezen az ábrán kiemelem azt, hogy Magyarország az első hullámban nyújtott rendkívüli eredményessége alapján a további hullámok esetében lényegesen alacsonyabb halálozási szintről indult, és ez a kedvező helyzet, ez a kedvező szám a görbe későbbi szakaszain is látható. Kiemelném, hogy a magyar egészségügy végigbírta kapacitással a pandémia minden hullámát. Nem láttunk olyan jeleneteket, mint Lombardiába, New Yorkba és a világ más részein. Végig elláttuk a kardiológiai betegeket, daganatos betegeket és a sürgősségi ellátásra szoruló betegeket, szemben a legtöbb országgal, a halasztató műtéteket is mindössze 2-3 héttel kellett posztponálni. Szeretném megköszönni a magyar kormánynak a válság rendkívül gondos profi kezelését. Külön köszönöm a miniszterelnök úrnak, hogy elmélyült a pandémia minden körülményében, Pintér miniszter úrnak a rendkívüli precizitást, a magyar egészségügynek a hősies küzdelmet, a magyar nemzetnek a kitartást, és Karikó Katalinnak, hogy a sikert legnagyobb mértékben az ő munkássága alapozta meg. Öröm volt számomra személyesen megismerni, és kifejezni azzal a legmagasabb kitüntetéssel, amivel kitüntethettem,
a Semmelweis Ignácról elnevezett díjjal, mert munkásságukban közös, hogy emberek millióinak az életét mentették meg. Semmelweis Ignácot nevezték az anyák megmentőjének, az emberiség jótevőjének, a legerkölcsösebb orvosnak, az orvostudomány Luther Mártonjának. Karikó Katalin epiteton ornásza még nem lett végleges, de erre Semmelweisnek is kellett várni 20 évet. Jó Isten éltesse sokáig, és sok sikert kívánok a messenger RNS daganatellenes hatásainak a vizsgálatában. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen miniszter úr előadását. Reméljük, hogy a további hullámok jobban megkímélnek minket, mint az eddigiek, vagy esetleg álmodjunk nagyot, el is kerülnek minket. Miniszter úrnak gyors gyógyulást kívánunk innen is. Szólítom akkor következő előadónkat, Olá Editet, a mai rendezvény szervezőjét, aki az onkológiai kutatások és a COVID-19 címmel tart nekünk előadást. Tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt itt a Magyar Tudományos Akadémia székházában és az online térben is. Még nincs 3 éve, hogy a pandémia világjárvány formájában kitört, de a különböző tudományos fórumokon már 21 ezer tudományos közlemény foglalkozik a rák és a COVID-19 kapcsolatával. Ugye ennek mi lehet az oka? Nyilván elsősorban az, hogy az onkológiai betegek, a daganatos betegek a legnagyobb rizikócsoportot jelentik a súlyos lefolyású COVID-ra, és minden más betegségnél sokkal nagyobb mértékben kitettek, fogékonyak erre a betegségre. Különösen a vérképzőrendszeri betegek, a tüdőrákosok és egyes immunterápiában részesülő betegek esetében van ez így. Ugyanakkor a több évtizedes rákutatási eredmények számos olyan tényleg áttörést hozó felfedezéssel zárultak, amelyek segítségével a COVID-19 jelentette kihívások is megválaszolhatók voltak, és jelenleg is folyik ez a munka. Ezért látjuk a rákutatókat és a klinikusokat másokkal együtt a COVID elleni diagnosztika, terápia és vakcinák kifejlesztői között. A rizikó tényezők és a rákockázat az Európai Unió jelenlegi keretprogramjának, a Horizon Europe-nak is kiemelt témája. Tudjuk azt, hogy a környezeti rákkeltő tényezők, azok a DNS-ünkön, az örökítő anyagunkon hatnak elsősorban, ott mutációkat, egyéb genetikai változásokat idézve elő, de mindenképpen az egyéni fogékonyság is meghatározó, nem csak a külső hatások. A közös rizikótényezőket soroljuk fel, mint az első paralellitás a két betegség között. Ezek ugye hallottuk, elsősorban az idős életkorúakat jelenti, a különböző krónikus betegségek elszenvedőit jelenti, és hát a krónikus betegségek és a társbetegségek sorolhatók ide.
A közös környezeti rákeltő tényezők azok pedig itt is a dohányzás, az elhízás, és hát még olyan tényezők is felmerülnek, mint az alacsony D-vitamin szint. A genetikai fogékonyság kérdését azt a genetikai paradigma keretében vizsgálhatjuk, miszerint a rák genetikai betegség, amit a genetikai és epigenetikai változások sorozata okoz. A többségben, az esetek többségében ezek a genetikai változások, a mutációk a születés utáni hát szerzett génhibákat jelentik. A daganat keltő gének közül legfontosabbak onkogének, amelyeknek a driver mutációi viszik előre ezt a folyamatot, de besegítenek az alulműködő tumorszupresszor gének is. Az esetek kis százalékában az első mutáció az öröklött, viszont a szervezet minden sejtjében jelen van, ezért ezek a predisponáló gének, hajlamosító gének, annak ellenére, hogy csak egy mutációt jelentenek, nagyon nagy rákhajlam kockázattal járnak. Ez a daganatszindrómáknak nevezett beteg tünetegyüttesben jelentkezik. Jelenleg 125 daganatszindrómát ismerünk, amelynek a legnagyobb kockázatú, de a populáció szintjén a legritkább elváltozások, és az elmúlt 10 évben tártuk fel a kis kockázatú, de a populáció szintjén nagyon gyakori elváltozásokat, ezeket a genomszintű asszociációs vizsgálatokkal tártuk fel 30 féle betegben, és mi az emlőrákos betegek vizsgálatában vettünk részt. Az első gyakori daganatnak a ritka hajlamosító génjét, rizikogénjét Mary-Claire King amerikai genetikus fedezte fel 17 évi kutatás után a 17-es kromoszoma hosszú karján. És az ábra mutatja önöknek ezeknek a szindrómáknak, rákszindrómáknak a jellegzetességeit. A egy évvel később felfedezett BRCA2 génnel együtt a családokra, a betegség családi halmozódásra és mindenképpen a fiatalkori megbetegedések jellemzők. Ebben a munkában a fiatal, frissen végzett diplomás munkatársaim és PhD hallgatóim vettek részt, és a munka továbbra is folytatódik. A 125 daganatszindróma közül egy esetben a mi munkacsoportunk fedezett fel egy új Lynch-szindróma gént, ami az örökletes vastagbélrák szindrómát jelenti. Ez is Kovács Marietta PhD munkája, illetőleg Pap János szenior kutató segítségével készült. A téma lezárására az emlőrák vonatkozásában nagyon jól ismerjük a rizikótényezőket, genetikai rizikótényezőket, és az esetek a családok 50%-ára rendelkezünk biztos adatokkal. A vizsgálatok, a ritka variánsok előállítás vizsgálatára új genomi szekvenáló módszerekkel történik, teljes genomi szekvenálások, exom szekvenálások, illetőleg a már említett genomszintű asszociációs vizsgálatokkal történik. Ugyanígy végzik a COVID megbetegedésre hát kockázatot jelentő genetikai variánsok meghatározását. A 23 ritka, de súlyos COVID megbetegedésre hajlamosító génváltozást írtak le. Elsősorban
a vírusfertőzések elleni védelem génjeinek ritka beleszületett hibái, folytán ezek többnyire az interferon jeladás génjei. Egyet említek közülük, amelynek onkológiai vonatkozása is van, az OASZ 1-2-3 géncsoport, 12-es kromoszómán, ami daganatokban, emlőrákban a gén expressziója, a működése, kifejeződése révén meghatározza a betegség kórlefolyását. Vannak eltérések, ami különösen fontos gyakorlati jelentőségű, hogy ezek a génváltozások lecsökkenthetik a DNS károsító sugár és kemoterápiás kezelések hatékonyságát. Nem onkológiai téma, de a védő haplotípusokat is már kezdik feltárni, tehát a természetes védelemmel élő személyeknél, és kiderült, hogy nem csak a hajunk erőssége, egyedes szálú hajunk, a nagy szemünk, a széles orrunk származik a neandervölgyi ősembertől, hanem létezik egy OASZ gén variáns, ami szintén ide sorolható. Az egyik szerző itt ebben a munkában az Svensson Paabo, aki hát az idei Nobel-díjas, nem a mi kedvencünk. Visszatérünk a daganat génekhez, genetikai jelátadáshoz. Mintegy 600 gén vesz részt a daganatképződésben. Amikor ezek a gének épek, akkor a sejt sorsát, a sejt túlélését és a genom épségét határozzák meg. Amikor szerzett vagy ritkában öröklött megváltozásai történnek, akkor ezek a szignálutak hát károsodnak, és kialakulnak a daganatos sejtekre, és a daganatokra jellemző hát jellegzetességek, amit amerikai szerzők a Cancer Hallmarks néven illetnek. Az elmondott, tehát a sejt szaporodást, a növekedést, a terjedést, a sejthalált elkerülő hát jellegzetességek, azok mind ide sorolhatók, és az összes hallmark képesség, az pedig a mutációkon és a kromoszoma elváltozások miatt kialakuló genom instabilitás miatt következnek be. A hallmark tulajdonságok alapján is, és előtte még az első biológiai hasonlóságokat alapján is, hát össze lehet vetni a teljesen más forrású és etiológiájú két betegségnek a hasonló tüneteit, párhuzamosságait, kölcsönhatásait és a terápiára történő tervezéseknél a támadási pontokat. Ez a munka részletesen megjelenik majd a Biológia Futurában, azonban néhány gondolatot előre bocsátanék ebből. Az első biológiai összefüggés a két betegségről a sejtbe lépési, a vírusnak a sejtbe kerülési tényezőivel, az entry faktorokkal függ össze. Az ACE2 és a TMPRSS2 fehérjékkel. Az ACE2 ez a receptora a tüskefehérjének, a TMPRSS2 az pedig ahhoz szükséges, hogy a tüskefehérjét elhasítsa, és ezáltal kerülhet be a vírus a sejten belülre.
Az AC2 a tüdőrákos betegek betegségben, tüdőráknál fontos genetikai rizikótényező, a TMPRSS2 az pedig a prostataráknál, prostatarákban ismertük meg először, a prostatarákban leggyorsabban, leggyakrabban változó gének közé tartozik. Egyébként a fehérje szint szabályozása az androgén hormon szabályozása alatt van, ami ugye a férfi nemi sajátosságok kialakulásáért felelős, és régi terápia a prostatarákosoknak az androgén hormon terápiája, amit próbálnak a SARS-CoV-2 fertőzöttek esetében is, és újabban a TMPRSS2 szintek befolyásolásával tervezik a COVID súlyos tüneteknek a csökkentését. Visszatérünk a rák legjelzetesebb tulajdonságaira, képességeire. Itt csak felsorolás szintjén szeretném bemutatni, hogy a legjelentősebb kölcsönhatás az immunodestrukció elkerülése kapcsán figyelhető meg, tehát mindkét esetben fontos, legfontosabb, hát eszenciális tényező ez, és jelentős képesség. Ezzel összefüggésben a gyulladásos reakciók vannak, a tumorképződést elősegítő gyulladás megfigyelhető a COVID esetekben is, és hát ugyancsak jellemző az angiogenezis elősegítése és a sejtanyagcsere átprogramozása. Ezekre mutatok egy-egy példát, csak a közös pontokat. Az tumorimmunológia és tumorimmunterápia kritikus hozzájárulást tett a COVID-19 és a legsúlyosabb tünetek megértéséhez, és a ráksejtek azért képesek elkerülni az immunrendszer megsemmisítő hatását, mert képesek magukat átszázni, nem ismeri fel az immunrendszer, hogy ellenségről van szó, például képesek még egy trombus belsejében, egy vérrög belsejében is megbújni. Ugyancsak fontos képesség, hogy a mutáció miatt az immun válasz szervező immun ellenőrző pontokat is gátolják ezek a mutációk. Az immunterápiák egy része erre vonatkozik, hogy ezeket a gátlásokat felszabadítsák. Az immunrendszer alulműködése és túlműködése egyaránt probléma. Az immunterápiáknál, amikor az immunrendszert akarják erősíteni, néha előfordul, hogy túlerősítik, és egyes betegekben a citokin felszabadulási szindróma látható, ami teljesen megegyezik a citokin viharral, ami súlyos COVID-ban fordul elő. A közös pontok, hogy az immunsejtek száma és az interferon termelés szintje az lecsökken, és ugyancsak közös pont a másik hallmark képesség, a erős gyulladás és a gyulladásos fehérjék közül az interleukin 6 közös fehérje termelése, szintjének az emelkedése. A daganatokra jellemző az a képesség is, hogy új ereket képeznek, amit neoangiogenezisnek nevezünk, és ez a súlyos COVID-ban is előfordul, a tüdőben figyelhető meg. A közös pont a tumoros angiogenezis fehérjék szintje az mindkét betegségben, tehát és a COVID-ban is emelkedett. A vérrögképződés ugyancsak mindkét beteg csoportban súlyos komplikáció, gyulladás és az immunrendszer túlműködése aktiválhatja a vérrögképződési útvonalakat. És az utolsó hallmark, amit szeretnék röviden érinteni, az a sejtanyagcsere átprogramozása. Az első tumorspecifikus metabolikus változás, az aerob glikolízis, azt még 1924-ben írta le a Otto Warburg, Nobel-díjas tudós.
A mai vizsgálatok igazolták, hogy a SARS-CoV-2 fertőzést is és a gyulladást a magas glukózszintek elősegíthetik. Ennyi rossz után az átprogramozott agyacseréről elmondhatjuk, hogy ez a ráknak az Achilles sarka, tehát nagyon sok lehetőséget ad a ráksejtek elpusztítására. És a másik jellegzetessége, hogy nagyon sok, majdnem a legtöbb halmarkkal kapcsolatban van, tehát lehetőség nyílik arra, hogy a COVID interakciókat is tisztázzuk. Egy példát mutatok be a sejtanyagcsere átprogramozásának a esetleges visszafordítására. 80-as években megyünk vissza. George Weber, magyar származású professzor dolgozta ki a molekuláris korrelációs elméletét, amelyben a ráksejtek biokémiai stratégiáját és a lehetséges támadási pontokat is leírja. Mi magunk az IMP dehidrogenáz enzim gátlásával foglalkoztunk, két molekulával, ami két vegyülettel, amit eredetileg vírusellenes készítménynek szántak. A tiazofurin az, ami egy vírusellenes szernek nem vált be, de kiváló daganatellenes szer, a ribavirin az viszont egy széles spektrumú antibiotikum, ami a SARS-CoV-2 ellen is hatásos, és a interferonnal a hepatitis C fertőzések évtizedeken keresztül egyedüli ellenszere volt. A tiazofurinnal végzett vizsgálatokkal kezdtünk. A kezelés után nagyon hamar az enzim aktivitása lecsökken, a végtermék lecsökken, a GTP. A 5 akkor létező ismert onkogénből a 2 aktivitása lecsökkent, a RAS és a MIK onkogéneké, amiből úgy gondoltuk, hogy új molekuláris célpontokat találtunk a terápia számára, mert nem csak a sejtszáp csökkent, hanem a sejtek differenciálódtak is a tiazofurin kezelés hatására, itt látszik a hemoglobin képződés. Nem csak a differenciálódást tudja mindkét gyógyszer előidézni, hanem az apoptózist is, a sejthalált. Ezt a munkát Kőkény Szabolcs végezte a PhD munkája során. Akkor még nem tudtuk, hogy egyszerre több hallmark eseményt is sikerült gátolni, tehát jó lehetőség van arra, hogy a sejtanyagcserét hosszú távon vissza lehet programozni, egy reverzibilis folyamatot meggátolni. Igen, az utolsó kérdés, amit szeretnék megbeszélni önökkel, az hogy miért tartott 60 évig az első messenger RNS vakcina felfedezése, tekintve, hogy a messenger RNS már 1961-ben felfedezték, és hamarosan megjött rá a válasz, hogy az erős immunogén gyulladáskeltő hatás az, ami ilyen hosszú ideig késleltette a vakcina előállítását, és éppen ezért tényleg monumentális áttörés a messenger RNS gyulladáskeltő hatásának megszüntetésére a Karikó Katalin és Drew Weissman vezetésével végzett nukleózid módosított messenger RNS technológia. Ehhez a munkához Karikó Katalinnak közel 4 évtizedes erőfeszítései kellettek, és kitartása,
akkor is, amikor a messenger RNS-t nem tartották alkalmasnak a vakcina készítésre, és még kevésbé terápiára. És azt is halljuk, hogy hát a messenger RNS vakcina SARS ellen, hát Ripprox egy éven belül sikerült előállítani, elfelejtik hozzátenni azt, hogy Karikó Katalinék több évtizedes munkája mellett még nagyon sok hát, alapkutatást kellett elvégezni ahhoz, hogy tényleg a vírus megismerése után rendelkezésre álljon a vakcina. Itt elsősorban már említettük és tárgyaltuk a koronavírusok biológiája, az immunmechanizmusok, a vakcina által kiváltott immunitás, rák immunterápiája, és a csoporthoz, a Pennsylvania csoporthoz tartozó Pardi Norbert hozzájárulásával a vakcina platform előállítása, amikor is egy lipid részecskékbe csomagolták az egyszálú RNS-t. Tényleg monumentális áttörés a nukleozid módosított messenger RNS technológia a súlyos COVID esetek megelőzése lehetséges ezáltal, és hallottuk, hogy a vakcinák új korszakát nyitotta meg, ami hát azt is jelenti, hogy a jövőbeni új világjárványok megelőzésének is megvan az esélye. De nem csak az új vakcinák korát érjük, hanem a terápiák új korszakát is, és különösen a rák immunterápiák megújítását várjuk ettől a fejlesztéstől, hogy hatékonyabbak legyenek, több betegre alkalmazhatók legyenek, és főként kevesebb mellékhatást okozzanak. Hogy nem csak a vakcinák fejlesztése, messenger RNS vakcina kifejlesztése fűződik Karikó Katalinhoz, hanem tényleg a rákterápia számára is új reményeink vannak. Ezt fejezi ki az Európai Onkológiai Tudományos Akadémia díja, ami ugyancsak a több tucat díj között van, és idén történt, és az egész világ elismerését fejezi ki az áttörés díj, a Breakthrough díj, amelyet szintén a közelmúltban vett át Katalin, és valóban nagy köszönet jár azért, hogy most is és a jövőben még inkább milliók életének a megmentését adta. Úgyhogy köszönet érte, és már csak egy felvillantás erejéig köszönettel tartozom nagyon sok munkatársamnak, akikkel a röviden bemutatott eredményeket sikerült elérni. Egy embert szeretnék név szerint megemlíteni, Eckhardt Sándor professzort, az Országos Onkológiai Intézet egykori főigazgatóját, aki 1986-ban bízott meg azzal, hogy szervezze meg a molekuláris genetikai osztályt, és vezessük be fiatal munkatársaimmal az akkor nemzetközileg is akkor alakuló molekuláris onkogenetikai kutatásokat és vizsgálatokat. Nagyon sok klinikussal is együttműködtünk, és a nemzetközi együttműködéseim együttműködőit is szeretném megemlíteni. Köszönet jár nekik is, és a családomnak is. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen az előadást, ami behozta az onkológiát a ma délelőtti gondolkodásunkba, és megkérem következő előadónkat, Csap Zsuzsát, a
MTA rendes tagját, hogy tartsa meg előadását. COVID-19 patológia az előadás címe. Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszonyok, tisztelt jelenlévők, és hát tisztelt Karikó Katalin, akit én is szeretnék köszönteni. Én az előadásomban sajnálatosan a COVID legsötétebb oldaláról, a patológiáról fogok beszélni, és bemutatni azt, hogy mi áll a háttérben, hogy is jön létre ez a megbetegedés, és mi az, amintől félnünk kell, és mi az, ami ellen védekeznünk kell. Ezen a fórumon pár éve tartottam előadást a másik idézőjelbe kedvencemről, a hepatitis C vírusról, amelyet báránybőrbe bújt farkasnak hívtam, hiszen ez a betegség lassan indul, alattomosan, és aztán évek múlva bújik ki a farkas, a cirrózis és a májrák. Hát azt hiszem, nincs kétség, ha sikerül, de nem megy tovább, mégiscsak sikerült, hogy a COVID az önmagában már egy farkas, hiszen a világon mintegy 600 millióan fertőződtek meg, és 6 millió felett van a halálozás világszerte. Elnézést kérek valamiért. Nem megy tovább. Ezt a fehéret. Igen, kérjük a pót. Lehet, hogy nincs valami más módja a továbbításnak? Fölfelé? Fehéretnek, igen. Itt Kásler miniszter úr beszélt a COVID-dal kapcsolatos többlethalálozásról, és itt meg szeretném erősíteni, hogy Magyarország a középmezőnyben van a halálozás tekintetében. Ha a többlethalálozást összevetjük a becsült halálozással, azaz, hogy mennyit jelentenek az egyes országok, itt meglehetősen jól állunk, tehát a zöld mezőben vagyunk, ami azt jelenti, hogy igen pontosak a továbbított adataink. Hát ezt nem tudom. Megkérem, hogy továbbítsa, mert egyszerűen fehéret nyomom, és egy idő után. Ja, képernyőre, ja, értem. Ezt az ábrát Kásler miniszter úr részben mutatta, én itt csak azt szeretném bemutatni, hogy valóban az epidemiológia alapján a morbiditás, illetve a mortalitás az esete hullámonként eltérő. Amikor, ahogy hallottuk, 2020 márciusában Magyarországra is betört a COVID, akkor az igazságügyi orvostani intézetekben végeztük a boncolásokat, és mivel nem tudtuk, hogy mivel állunk szemben, hát meglehetősen odafigyeltünk a fertőzésre, önmagunkat is védve, és akkor még vakcina sem volt elérhető. Azzal kezdtük a vizsgálatainkat, hogy itt látjuk a különböző szerveket, garat, trahea, tüdő, vizelet, széklet, mintákat vettünk, és PCR-rel a 6. órától a halál bekövetkezte után a 12. napig vizsgáltuk meg ezeket a mintákat. És azt találtuk, hogy sajnálom,
a 31 vizsgált esetből 30-ban ki tudtok mutatni a vírust, a 12. napon, a halál után is kimutatható volt a vírus. Az orgarat mintákban volt, és a bronhusokban a legnagyobb százalékban, a traheában is igen magas százalékban, és a székletben és vizeletben is magas százalékban volt jelen. És most érthetjük meg azt, hogy amikor halljuk a médiákban azt, hogy a szennyvíz adatok hogyan alakulnak, hát természetes, hiszen ilyen magas százalékban van jelen a fertőzöttekben a vírus. Magunk a világon a legnagyobb egycentrumból származó boncolási adatokat elemeztük nagyon részletesen, először 100, majd aztán 150 esetben, és hát ezek mind igen sokoldalúan kerültek fel térképezésre, digitalizálva a vizsgálati anyagok. Hát itt azt hiszem, ez az egyetlen ilyen makroszkópos kép, amit vetítenék, hogy hogy is néz ki ez a covidos tüdő. A felső részen a fibrinnel telt, igen súlyos tüdő képét látjuk, és az alsón a kiterjedt vérzéseket. Amikor mindezt a szövettanát nézzük, nem kell ahhoz szövettanásznak lenni, azonban ugye itt a tüdőt látjuk, de hol a levegő? Tehát a tüdő alveolusokban, a tüdő hólyagocskákban alig látunk levegőt az előre haladott, igen súlyos COVID esetekben. Ott fibrin, gyulladásos sejtek, levált alveoláris hámsejtek, vérzés töltik, és ez magyarázza, hogy ilyen esetben, ha ez nagyon kiterjedt, a hagyományos lélegeztetési eljárások már eredménytelenek. Tehát ilyenkor ugye fordultak az ECMO-hoz. Mi nagyon részletesen végigmentünk, hogy a tüdőben milyen elváltozások vannak, és legáltalánosabbnak azt a DAD, a diffúz alveoláris disease megbetegedést találtuk a többi jellel együtt, és ez az, amit hát COVID pneumóniának hívhatunk. Azonban ezeket a hát sajnálatosan COVID-ban elhunytakat vizsgálva egyéb szervekben is nagyon súlyos elváltozások voltak. És ha ezt az ábrát nézzük, és amire már Olá Edit akadémikus asszony is utalt, ez a bizonyos ACE2, illetve a TMPRSS2 receptor nem csak a tüdőben van, hanem számos egyéb szervben is megfigyelhető. Tehát az várható, hogy ez a fertőzés, a vírus replikáció más szervekben is történik. Na most, hát ugye azt vizsgáltuk a szívet. Mi látható? Az látható itt a szívben, hogy a szívizomrostok megszakadnak, kisebb hiányok keletkeznek, a szabályos lefutású rostok hullámossá válnak. Természetes, hogy ez a szív már nem úgy működik. Gyulladás is kialakulhat, miokarditis. Amikor ezt néztük, akkor ugyancsak felmértük az elváltozásokat, azonban arra a konklúzióra jutottunk, hogy ezek súlyos elváltozások, de a betegek nem ebben haltak meg. A betegek a tüdőelváltozásokban haltak meg, de a következtetés az, hogy azok, akik túlélik ezt a fertőzést, utána a gyógyulási periódusban súlyos, krónikus megbetegedéssel néznek szembe, hiszen hegesedések jönnek létre, úgyhogy hát sajnálatosan jó néhány hónap vagy év múlva számolhatunk a krónikus szívbetegségek számának a növekedésével. De nem csak azzal, hanem egyéb szerveket is vizsgálhatunk. Ugye a májban azok a áttetsző, világos, fehér területek a zsírt jelzik. Most ez a zsír a COVID-ban elhunytak esetében mintegy 60-70%-ban megfigyelhető volt. De amikor nagyon részletesen elemeztük, akkor kiderült, hogy ez nem elsődlegesen a vírus hatása, nem a vírus szaporodásának a következménye, hanem a
komorbiditás, amiről a korábbiabban szó volt. Tehát ezek a betegeknek egy jelentős része diabéteses volt. Az elhízás igen nagy arányban fordult elő. Maga a hipoxia, a lélegeztetés, a tüdőbeli állapot, a terápia, mindez a máj szteatózisához, zsírosodáshoz vezetett. Azonban találtunk egy olyan eltérést, ami a vaszkuláris rendszerét érintette a májnak, és ez az, amit, amit mi, ez néha magától megy, SEF-nek, színuszoideális, endoteliális károsodásnak neveztük, és ezt 100%-ban megtaláltuk az elhunytak májában. És részletesen is vizsgáltuk különböző vaszkuláris márkerekkel, és itt az látható, hogy a barna szín a felső ábrákon mutatná, hogy hol ép az él belhártya, azonban egyes területeken hiányzik. Tehát teljesen tönkre mennek az ér endotél sejtjei. És ez nem csak a májba, hanem az összes vizsgált szervben megfigyelhető volt, és ez mutat rá ugye a COVID egy nagyon súlyos károsodására, amely az endotélt érinti. És itt az alsó ábrán az látszik, hogy az a barna szín nel jelezve, ahogy a fibrin az ilyen módon károsodott ereken keresztül a környezetbe kiáramlik. Na most ez egy nagyon zsúfolt ábrának tűnik, és ugye azt a először 100, majd a 150 elhunyt adatait nagyon részletesen elemeztük a betegek legkülönbözőbb demográfiai és egyéb adatait. És itt az volt megfigyelhető, hogy az első és második hullámot összehasonlítva a harmadik és negyedikkel, az utóbbiban mintegy 5 évvel fiatalabbakat érintett a betegség. És egyéb jellegzetességekben, például a testtömegindexben is, már a normális testtömegindexűek is sajnálatosan az elhunytak közé tartoztak az eseteiket elemezve. Na most itt nem akarom természetesen a laboratóriumi értékeket végig felsorolni, csak arra utalnék, hogy a Délpesti Centrum Kórházzal együttműködve különösen Váy István főigazgató úrral nagyon részletesen számos laboratóriumi értéket elemeztük. És azt tapasztaltuk, hogy nagyon sokban eltérés van, azonban nem volt jelen olyan laboratóriumi eltérés, ami egyértelműen specifikus lett volna a COVID-ra. Na most mindezek alapján is, a klinikopatológiai elemzések alapján halál oki kategóriákat állítottunk fel. És itt utalnék Kásler Miklós miniszter úr előadására, aki jelezte, hogy különböző országok különböző módon jelentik vagy értékelik a COVID-dal fertőzött haláleseteket. Mi ezt a 3 kategóriát állítottuk fel, elemezve az elhunytakat. Az elsőben azok tartoznak, akikben a súlyos vírusfertőzés volt a halál közvetlen oka, ami súlyos COVID-pneumóniával járt. A második kategóriába azok tartoztak, akik súlyos komorbiditással, tehát társbetegséggel küzdöttek, azonban nem volt olyan súlyos, hogy abban meg kellett volna halniuk, viszont a COVID-fertőzéssel együtt vezetett a halál bekövetkezéséhez. Végül a harmadik kategória, ahol a COVID-fertőzésnek semmi köze nem volt a halálhoz,
a klasszikus példa, valakit elüt az autó, és kiderül, hogy Covid-dal fertőzött. Tehát ezt a különböző statisztikai értékeléseknél nagy mértékben figyelembe kell venni. Amikor mi az első és második hullámban elhunytak adatait vizsgáltuk, akkor azt láthatjuk, hogy azért a többség az első kategóriába, tehát akik a közvetlen a COVID fertőzés következtében hunytak el, tartoztak. De jelentős volt ez egyharmad a második, tehát a súlyos alapbetegséghez társuló fertőzés, ami a halált kiváltotta. De ha külön elemeztük az első és második hullámot, az első hullámban ez a kiegészítő esetek voltak többségben, és ha visszagondolunk, ez volt az a periódus, amikor a öreg otthonokban, illetve krónikus osztályokon fekvők sajnálatosan elhunytak. Na most, amikor a harmadik és negyedik hullámot vizsgáltuk, akkor az meglehetősen hasonlít az első és második hullám összesített eredményeihez, de ez nagyon elgondolkoztató, hogy itt még mindig nagyon nagy százalékban vannak jelen azok, akiknél tulajdonképpen az együttes közreműködés, tehát a társbetegség, valamint a COVID-fertőzés együtt vezet a halálhoz, ami azt jelenti, hogy változatlanul nagyon oda kell figyelni a veszélyeztetettekre. Na most gondolom, Jakab Ferenc professzor úr sokat fog beszélni majd a SARS vírus szerkezetéről. De morfológusként mi látni akartuk, hogy hogy is néz ki, hol is jelenik meg konkrétan a vírus. És így vizsgáltuk, mint majd rátérek, a virális RNS-t és a körülvevő fehérjéket, az úgynevezett nukleokapszid fehérjét és az elhíresült tüske fehérjét. Mielőtt ehhez a vizsgálathoz hozzáláttunk, itt csak egy sémás ábrán mutatom a fehérjéknek a szerepét, és ha sikerül tovább juttatnom, akkor ugye vizsgáltuk immunhisztokémiai eljárásokkal, illetve in situ hibridizációval, ami végeredményben a PCR reakció szövetileg láthatóvá tett formájának nevezhetjük, hogy a virális RNS-t ezzel az eljárással kimutatjuk. Na most, mielőtt hozzáláttunk, egy országos körvizsgálatot szerveztünk, immunhisztokémiai ellenanyagok bemérésére, és ezt az EMMI, konkrétan Kásler Miklós miniszter úr tette lehetővé financiálisan, hogy ezt megvalósíthassuk, és kiválasztottuk a legjobban működő antitesteket és higításokat, amelyet most már az országban használnak. És itt a baloldali ábrán a virális fehérjéket látjuk barna színben. És ha magunk elő képzeljük ismét a tüdő szerkezetét, a tüdő hólyagocskákat, látjuk, hogy tömve van a virális fehérjékkel. A jobb oldalon pedig a vírus RNS-t látjuk nagyon nagy mennyiségben, in situ hibridizációval. És ha belegondolunk, hogy ezek a súlyos betegek köhögnek, köpnek, tüsszentenek, beszélnek, el tudjuk képzelni, hogy milyen mennyiségű vírus áramlik ki ezekben az esetekben sajnálatosan. Azonban, ugye korábban utaltam arra, hogy nem csak a tüdőben, hanem egyéb szervekben is várhatóan megjelenik a vírus. Amikor PCR-rel vizsgáljuk, kimutatták, hogy súlyos fertőzés esetén PCR-rel lényegében minden szerven ki lehet mutatni a vírust.
Na de, föltesszük a kérdést, hogy az nem a vérből jön? Tehát lehet, hogy fals eredményt mondunk, és ezért in situ próbálkoztunk a vírus kimutatására. Itt csak egy példát mutatnék, a májat, ahol a piros szín jelzi a vírus jelenlétét, tehát a májban is jelen van, de soha nem olyan mennyiségben, mint a tüdőben. És ez jellemző a többi szervre is, tehát a vírus jelen van egyéb szervekben is, de nem olyan mennyiségben közel sem, mint a tüdőben, és valószínű az endotérsejtek azok, amelyekben valóban viszont vírusreplikáció bekövetkezik. Ugyancsak. És ez csak immunhisztokémiával is mutatná a fertőzött sejteket. Na most végezetül az egyik számunkra legmegrendítőbb érintett csoportot mutatnám, ugyanis szerencsére nem túl gyakran, de sok esetben elhunyt kismamákat is kellett vizsgálnunk. És meg kell jegyeznem, hogy ezek nagyobb számban a COVID-járvány első és második fázisában vagy hullámában fordultak elő, és egyikük sem volt beoltva. Most, amikor ezen kismamáknak a placentáját, ugye mindegyik újszülöttet császármetszéssel hozták a világra, vizsgáltuk, illetve fertőzött anyák placentáit vizsgáltuk, akkor egy számunkra megdöbbentő képet találtunk, itt a placenta szerkezetét látjuk, azt, hogy itt a, most tételezzük fel, itt van a fertőzött anyai vér, itt vannak a placenta bolyhok, most az oxigénnek, tápanyagnak át kell jutnia a bolyhokon, hogy a sárga területre, azaz a magzatot tápláló véredényekbe eljusson a fertőzés. És amikor immunhisztokémiával vizsgáltuk a placentákat, hát emlékezzenek a tüdőképre, ahol mutattam a vírus egyik fehérjéjét, a nukleokapszidot. Ez a placenta bolyhait körülvevő óriási mennyiségű vírusfehérje lenne, és itt a virális RNS. Tehát a placentában rendkívül nagy mennyiségben találtunk, és a világon mások is, a vírus jelenlétét. Csak ugye az elhunyt kismamák, akiknek a placentáit vizsgáltuk, és pozitívnak találtuk, újszülöttjei, a megfelelő, ugye a Semmelweis Egyetem egyes számú gyermekklinikájának az intenzív perinatológiai osztályára kerültek. És egyikük sem volt COVID-dal fertőzött, és a megfigyelési idő alatt sem jelentkezett a COVID. És hát ez hogy lehetséges? Hát ennek számos magyarázata lehet. Az egyik kicsit mechanisztikus magyarázat az, hogy itt lenne a vírus fehérje, a placenta bolyhait körülvéve, és ez a magzati ér. A magzati érben nem tudtuk kimutatni a vírus fehérjét. Mit jelent ez? Az, hogy ez a placenta boholy rétegei egy nagyon nagyfokú bariert, határlemezt képeznek a vírus átjutása szempontjából, tehát blokkolják a vírus átjutását. És ez a világirodalmi adatokban is most már visszaköszön, rendkívül ritka, hogy a COVID-fertőzött édesanyáktól a magzat, illetve hát az újszülött fertőződhet. Persze más mechanizmusok, Erdei Anna főtitkárhelyettes asszonyra utalva, immunológiai mechanizmusok is természetesen ebben szerepet játszanak. Tehát, ha össze akarom foglalni, hogy mit is csinált, vagy mit
adott hozzá a patológia a COVID-19 kutatásához. Részben azt tudom mondani, hogy feltárta, hogy milyen történések vannak a tüdőben, rámutatott arra, hogy van egy olyan határ, amikor a hagyományos eljárások, így akár a lélegeztetés is a hagyományos módon nem segít, hanem az ECMO-hoz, tehát olyan módszerekhez kell folyamodni, ahol megkerüljük a tüdőbe való közvetlen levegő bejuttatást. Másrészt azt, hogy a tüdőn kívül egyéb szervek is érintettek, így a szív, tüdő és az idegrendszer, amiről itt nem beszéltem, endokrin szervek, ezekben, ha súlyos volt a COVID-fertőzés, a későbbiekben következményekkel kell számolnunk a post-COVID periódusokba. Tehát bár reméljük, hogy véget ér a COVID pandémia előbb-utóbb, ebben reménykedünk, de a post-COVID éra azt hiszem még sokáig fog tartani, és erre mindenképpen fel kell készülnünk. És a kismamáknak az esete mutatja a vakcináció fontosságát, mert még, mint említettem, egyikük sem részesült vakcinációban. Köszönöm szépen a figyelmet és elnézést, hogy itt jöttünk. Köszönöm szépen, Sav Zsuzsa patológusként a COVID világ legsötétebb oldalán van, és hát velünk is láttatta azt, hogy milyen mértékű pusztítást végez ez a vírus a gyakorlatilag minden szervünkön. A következő előadónk Váhi Nagy István, az Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet főigazgatója, annak az intézetnek a főigazgatója, amelyik a legnagyobb terhet vitte a COVID-járványok alatt, és amelynek egészen kiemelkedő működése minta és példa volt a többi ellátóhely számára. Tisztelt elnökség, tisztelt hallgatóság! Nagyon köszönöm ezt a meghívást, és köszönöm a felvezetőből azt, hogy ez nem csak nekem, hanem az általam vezetett intézménynek is szól, illetve az általam vezetett intézmény dolgozói által végzett, azt gondolom, hogy egészen kiemelkedő munkának is szól. Okay. Mi is tulajdonképpen azt gondolom, hogy itt nem mindenki tudja, hogy mi a Délpesti Centrum Kórház, Országos Hematológiai és Immunológiai Intézet, vagy Infektológiai Intézet. Ez tulajdonképpen egy olyan vezető intézmény, centrumkórház, amely a Délközép Magyarország vezető kórháza. Itt körülbelül 1,3 millió ember lakik, és ez a térség progresszív intézménye. Önmagában is három kórházról van szó. A Szent István Kórház, Szent László Kórház és Merényi Kórház, de ide tartoznak a Péterfi, a Bajcsi, a Délpesti Jáv Ferenc Kórház, a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház, a Sziget-Szent Miklósi Rendelőintézet és két rehabilitációs központ is. Az egész kórházi klaszter nek a költségvetése körülbelül 140 milliárd forint évente, csak nem 5400 ágy, évente 130-140 ezer befektetett beteg, 2,5 millió ambuláns beteg jellemzi, és 7000-7200 között van az alkalmazottaknak a száma. Mit tettünk mi a, csak slágvortokban, mit tettünk mi a COVID időszak alatt? Azt gondolom, hogy tényleg mi voltunk a COVID elleni klinikai küzdelem központi intézménye. Én, mint a hematológus és immunológus, Slávik János pedig, mint a fertőző osztálynak a vezetője, voltunk tagjai a koronavírus járvány elleni védekezésért felelős operatív törzsnek. Nagy élmény volt minden nap 6 órakor elkezdeni, de miniszterelnök úr és mindenki abszolút fegyelmezetten 6 órára ott voltak, és nem volt csipás a szemük. A
részesei voltunk az új koronavírus okozta fertőzések megelőzésének és terápiájának a kézikönyvében, mint szerzők, illetve ennek a kézikönyvnek az állandó felújításában. Mi csináltuk meg az első hazai oltópontot. Egyébként szerintem az első fertőzés Magyarországon nem két nappal azelőtt volt, mint amit miniszter úr mondott. Azért tudom, mert az a feleségemnek a betege volt, és emiatt a feleségemet karanténba zárták két hétre. Azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a hematológia és az infektológia egyházban van, mert hiszen a hematológiának a fő szövődményei a fertőző betegségek, a nulla immunrendszerű és alvadási rendszerű, vagy rendkívül csökkent immunrendszerű betegek gyakran fertőző betegségekben betegednek meg, illetve mi évente 50-70 citokinvihart látunk, elsősorban a haploidentikus transplantáció csontvelő transplantáció, összes transplantáció szövődményeként. Nagyon hamar ugye rájöttünk arra, hogy a citokinvihar milyen nagy problémát okoz, azokkal szemben, akik nagyon tagadták, hogy citokinvihar egyáltalán létezik, és ez megmutatkozott a túlélési eredményekben is, mert nem bebizonyosodott, hogy nem elégséges csak lélegeztetni a betegeket, hanem mindenképpen immunszupresszív kezelésben kell őket részesíteni. A hazai gyógyszervizsgálatot is csináltunk, ebből majd mutatok két szerintem elég innovatív eredményt, és a járvány ideje alatt rendkívül sokat publikáltunk, körülbelül 10 PhD hallgató is dolgozik nekünk, szabadalmaink vannak, egy szabadalmat írtam fel itt, de számos számítástechnikai fejlesztésünk van, amik szintén ebbe a kategóriába tartoznak. Szerintem nagyon fontos ez a dia, amit én úgy látok, mint ilyen nagy intézmény vezetője, és olyan, aki közel van a döntéshozatalhoz, és mint országos intézetvezető, hogy Magyarországnak versenyelőnye van sok országhoz képest, de mi ezt még nem látjuk. 10 millió lakosunk van, ami áttekinthető, és nagyon fontos, hogy egy biztosítós rendszerünk van. Európában összesen 3 ilyen ország van. Nagyon fontos, hogy elkezdődött az EST fejlesztése, és ez folyamatos. Az EST az egy rendkívül jó eszköz arra, hogy a betegek adatait gyűjtsük. Abszolút világos egészségpolitikai célok vannak. Most fog kijönni az egészségügyi ellátórendszer átszervezéséről szóló jogszabály rendszer. Folyamatban van az egységes kórházi informatikai rendszer bevezetése az országban, és népegészségügyi programjaink vannak. Miénk a 6. a fertőző betegségek népegészségügyi programja. Illetve nagyon fontos, hogy a kormány, elsősorban Kásler és Palkovics miniszter uraknak betudhatóan nagyon megnövelte a elérhető pályázatoknak az összegét, és ezek a pályázatok, ezek nem csupán kutatásra, hanem termékek létrehozására is fontosak. Ami alul van, a piros, az tulajdonképpen arról szól, és nem fogom részletesen ismertetni, hogy az országos intézeteknek milyen privilegizált szerepük van. És egy ilyen rendszerben, mint az ország, az országos intézeteknek az adatkezelésre, arra, hogy tajjal és névvel kezeljenek adatot, ezért ez egy hatalmas lehetőség arra, hogy nagy kiterjedésű, nagy elemszámú klinikai vizsgálatokat és egyáltalán kutatásokat végezzenek. Mi két
egészségipari terméket állítottunk elő. Az egyik a Translációs Medicina Kutatóközpont, a másik pedig az Innovatív Sejtterápiás Központ. Talán felfigyeltek arra, hogy ezt a központot adtuk át a körülbelül 2 héten belül. Mind a két központból egy-egy eredményt, vagy egy-két eredményt fogok mutatni. Az első, először bemutatnám gyakorlatilag, mi a Translációs Központ. Az, hogy tulajdonképpen arról van szó, hogy strukturálatlan adathalmazból és egyéni adatokból hogyan építettünk fel országos adatbázisokat, illetve betegek követésére alkalmas olyan adatbázisokat, ahol egyernyő alatt vannak a betegnek a klinikai adatai, a molekuláris adatai, a képalkotó adatai, és miután új minőségű adatok, nem mesterséges intelligenciával is megtámogatott új minőségű adatok keletkeznek, utána jönnek az output oldalán a mi klienseink, és ennek a klientúrának természetesen a magyar állam az első és legfontosabb tagja, akiknek ilyen hatalmas adatállományon való elemzésekkel tudjuk támogatni a döntéseit és a döntés előkészítéseit. Kutatásfejlesztési kutatói partnereket láthatunk el, illetve egészségipari partnereket itt már for profit formában. Tehát itt a Translációs Medicina Kutatóközpont output oldaláról jelentkeznek gyógyszercégek, és mi pedig azt tudjuk a hematológiai és infektológiai regisztereken keresztül biztosítani, hogy egész országba kiterjedő és lefedettségű klinikai vizsgálatokat tudunk felajánlani, mert minden beteget látunk. A pillanatnyilag a közel 2,1 millió COVID-os ember adata van ebben a regiszterben. Több mint 1 millió ember adata van az Okfő EST oldaláról, a saját betegeink száma az 20 ezer, illetve a hematológiai oldalról és részben a COVID oldalról több száz ember genomikai adatai is benne vannak a regiszterekben. Lehet, hogy ezt a többiek is fogják mutatni klinikus kollégák közül. Ezt Szekanec professzor úrral szoktuk használni, ezt az ábrát. Ugye a klinikumnak az a lényege, hogy bekapja az ember a COVID-ot, koronavírus megfertőződik, és először, hogyha van jó immunrendszere, és van gyógyszerünk, akkor meg tudjuk gyógyítani ezekkel az embert. Viszont, hogyha nem sikerül ez, akkor lesz egy átmeneti időszak, amikor az illető átsúszhat a citokin vihar állapotába. És nekünk ezt észre kell vennünk, mint klinikusoknak észre kell vennünk, és mikor elkezd befordulni a citokin vihar irányába, akkor azonnal közbe kell avatkoznunk. És ebben az időszakban, mondjuk a 2A-2B az ábrán, ebben az időszakban a betegek még az osztályon vannak, és nem az intenzív osztályon vannak. És itt a fő célunk az, hogy a betegek ne kerüljenek az intenzív osztályra. Az intenzív osztályra került betegeknél pedig az a fő célunk, hogy ne halljanak meg. És ugye mi amiatt, hogy felismertük azt, hogy citokinviharja van a betegeknek, tényleg a világon az elsők között, elkezdtük tanulmányozni, hogy ezek a 20 citokin szintet néztünk folyamatosan, és elkezdtük tanulmányozni, hogy ezek a citokinek hogy emelkednek, hogy csökkennek, illetve milyen gátlószerekkel befolyásolhatók. És akkor azt láttuk, hogy a citokinnek nagy része, és a kulcs citokin, az interleukin 6, az a Jakstat rendszeren, mint másodlagos messenger rendszeren keresztül támad, illetve a
az interleukin 6 esetében receptor antagonistát is lehet alkalmazni, ez a tocilizumab, a jakstat rendszernek pedig számos különböző szelektív és nem szelektív gátlói vannak. Ami citokinek nem használják a jakstat rendszert, azok közül pirossal és lilával jelzett színkódolt citokinek több mint 100-szorosára emelkednek, és sajnálatos módon nem tudjuk, hogy ezeknek mi a patogenetikai szerepe, és nem tudjuk őket gyógyszeresen befolyásolni. Ebben a vizsgálatban mi összehasonlítottuk a tocilizumab, tehát az interleukin 6 receptorgátló, és a baricitinib, jakstat gátlónak a hatását. Elég sok betegből indultunk ki, végül is 463 betegen azt láttuk, hogy kicsit jobb a baricitinib a tocilizumabnál, de 28 nappal a beadás után ezek a terápiás eredmények konvergálnak, és közöttük szignifikáns különbség nincsen. A másik termékünk, idézőjelben termékünk, egy GMP akkreditált innovatív sejtterápiás központ, amit, mint említettem, most adtunk át. A fő cél itt, hogy CAR-T-cell terápiát végezzük, ezeket a CAR-T-cell sejteket, ezeket teljesen zárt rendszerben elő tudjuk állítani. Nem megyek bele most, mert nem ide tartozik, hogy mi a CAR-T-cell, de a sejtterápiás központ egyéb sejteket is elő tud állítani, például elő tud állítani mezenhimális őssejteket, amivel a Graft versus host betegséget gátló immunterápiát végezzük egyes esetekben, illetve ami szerintem elég érdekes, hogy vírusspecifikus T-sejteket tudunk előállítani a koronavírusok ellen. Ez a bizonyítványa ennek a központnak. Hogy állítjuk elő ezeket a sejteket? Tulajdonképpen donorokból, tehát ez egy allogén setting, tehát más emberből hozunk immunsejteket, és azért adjuk ezeket az immunsejteket, mert ezek azok az emberek, akinek ezt adjuk, ezek teljesen immundeprivált állapotban vannak, és nem tudják legyőzni a vírust, aminek két következménye van. Az egyik, hogy esetleg belehalnak magába a vírusfertőzésbe, a másik az, hogy hetekig, hónapokig perzisztál bennük a vírus, és azért mutálódik, úgyhogy a környezetükre is veszélyesek, illetve járványtani szempontból is veszélyesek. Tehát mi HLA matched donorokból indulunk ki, és egy peptid koktéllel, koronavírus peptid koktéllel aktiváljuk ezeket a sejteket, utána miután ezek azok a sejtek, amelyeket aktiváltunk, interferon gammát fognak kiválasztani, ezért az interferon gamma termelés miatt ki lehet őket halászni a poolból, és az a végeredménye ennek, hogy egy 80% fölötti egészen specifikus T és B sejt populációt kapunk, amit utána azonnal be tudunk adni a betegeknek, és miután beadunk a betegeknek, utána az következik be, hogy ahogy telik az idő, egy új saját populáció, immunsejt populáció épül föl a betegekben, ez a T4, ez pedig a T8-as populáció, illetve a teljesen immunhiányos betegeknél elkezdődik az antisars S1-S2, tehát a spike protein elleni immunválasz, illetve gyakorlatilag neutralizáló immunválaszuk is lesz. Úgyhogy ezek a betegek úgy néznek ki, hogy itt az első 8 beteg adatai vannak, úgy néznek ki, hogy ezekből a betegekből eliminálódik a vírus, és sajnos egyes betegek az alapbetegségükben meghalnak,
de más betegek pedig életben maradnak, úgyhogy ebből a 8 betegből pillanatnyilag most 5-en vannak életben, ezek teljesen jól vannak, nem kapták vissza a vírust, illetve a beadott sejtekből sem kaptak egyéb, lett egyéb problémák, tehát nem lett Graft versus Host betegségük, nem lett egy idegen donor limfocitából származó problémájuk. Tehát ez egy egészen innovatív megközelítés, azt gondolom, hogy a jövőben használni fogjuk, és használni fogják mások is. És még egyet mutatnék, hogy mit fogunk csinálni. A COVID köztünk marad, ezért a genetikáját fogjuk tanulmányozni, és már tanulmányozzuk azoknak, akik súlyos betegek versus a nem súlyos betegeknél. És itt van az első grafikon, ami egy 300 beteges gén-asszociációs vizsgálatnak az eredménye, hogy vannak, akik jól kijönnek genetikailag, és vannak, akik rosszul jönnek ki genetikailag. Ez nagy számú gén, és nagy számú génvariációnak a közös eredménye tulajdonképpen, de akik rosszul jönnek ki, azoknak rossz a túlélése. És a post-covid, ami velünk lesz, és az a rossz hír, hogy a 65 év alatti populációból, 5-ből egy, 65 év feletti populációból 4-ből egy embernek van post-covid tünete, úgyhogy ezzel foglalkoznunk kell, és erre egy külön pályázatot nyertünk el, és ezzel kezdünk el foglalkozni. Végül köszönet illeti elsősorban a minisztereket, akik messze menően támogattak bennünket, és amire büszke vagyok igazán, hogy kik köszönik meg, ez a vírusjárvány idején volt, egy molinót feszítettek ki a Szent János Kórház kerítésére, hogy rajtatok az ország szeme, köszönjük, hogy vigyáztok ránk, és én köszönöm nekik, és köszönöm önöknek is, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen Vájé Nagy István előadásával, azért egy pozitív üzenettel ér véget a mai délelőttünk első része, hogy van azért esély itt a gyógyulásra, és általában az egészségügyi ellátás javulására. Én szeretném megköszönni a délelőtti szekció összes előadójának a kiváló előadást. Kicsit túllépték az időt, ami azt jelenti, hogy a tervezett szünet az mostantól mindösszesen 15 perc, és szeretettel várjuk vissza önöket 11 óra 25 perckor. Köszönöm szépen!